Hajtársak, tisztelt megemlékezők! Történelmének mondható a mai nap, mivel kiemelkedik a korábbi rendezvények sorából. Az egység és az összetartozás jegyében vagyunk itt, úgy, ahogyan egykor őseink is összefogtak a közös ellenség ellen. De ez a nap messze több is, mint egy dicső történelmi eseményre való emlékezés, mert ez a nap szimbólummá nemesedett, a bátorság, a hűség és a becsület szimbólumává, amely példát mutat nekünk. A becsület napja a végsőkig való kitartás fénylő fáklyája, amely a sötét éjszakában is megmutatja az utat nekünk. Miről is van szó, testvérek? Hunyjuk be a szemünket, és próbáljuk meg magunkat belegondolni a kitörésre készülő katonák és önkéntesek sorsába, hogy mindannyian tudták, hogy a túlélésre az esélyük nagyon kicsi. Sokan fázva, éhezve, sebesülten, az ellátmányt felélve, de az utolsó töltényt a csőre töltve, a halálra felkészülve indultak 1945. február 11-én, hogy este 8 órakor megcselekedjék azt, amit megkövetelt tőlük, hazájuk, népük és fajuk. Ezek a katonák hónapok, sőt évek óta lövészárkokból lövészárkokba, harcokból harcokba vándoroltak. Azok a kényelmi tényezők és a békeidő jellemzői, amelyben mi is felnőttünk és élünk, számunkra teljesen ismeretlenek, és akik ezt nem élték át, így mi, talán sohasem tudják teljesen átérezni, csak belegondolni, milyen borzasztó érzés lehetett szeretteiktől távol, sokszor a fagyhalál szélén küzdeni, de mégis harcolni a bolsevizmus ellen. Ilyen körülmények között, aki csak kicsit is tisztában van az emberi természettel, arra a megállapításra juthat, hogy minden létező körülmény arra kellett volna, hogy késztesse őket, hogy megadják magukat, abban reménykedve talán mégis életben hagyják őket. Ez egy alapvető emberi ösztön, az élni akarás ösztöne. Ezt nagyon kevesen tudják legyőzni. Ők azonban mégis megtették, mert a katonai eskü, a becsület, a hűség és az eszme ereje, amely Európát igyekezett megtartani annak, aminek lennie kell, a történelem arany lapjai közé írta be a magyar és német hősöket, mert aki hazáért hal, halhatatlan, és ők azok is lesznek mindörökké, ezért nem tudjuk eléggé kifejezni hálánkat. Örök dicsőség és tisztelet nekik! A bajtársak, mit tapasztalunk napjainkban? A modernista, korszellem kávító hatása alatt tartott Európa és társadalmunk többsége ezzel a szellemiséggel nem tud mit kezdeni, nem tudja értelmezni, nem is akar róla tudomást venni. A materializmus talaján kinőtt világnézetek, amelyek emberek millióinak minden egyes gondolatát átszövik ma, a hősi halál fogalmát nem ismerik. Népeink ellenségei pedig nemzetközi bűnözők gyűlölettől eltorzult arccal tekintenek minden magasrendű, emelkedettebb, hősiesebb szimbólum felé. Ők ezt egész egyszerűen nem értik. Nem értik, hogy a II. Világszabadságharc leverése után, hogy az Európa szívébe szúrt tördöpés után, hogy nem tudták még teljesen kiirtani Európa élni akarását. Hiába a sátáni mesterkedés, hiába minden beteg, sötét dolog támogatása, ameddig szíveinkben él a hit, lelkünkben izzik a láng, addig az európai kultúra mécsesei is világítani fognak, és ahogyan a parázs képes lángra lobbantani az avart, az Atlanti-óceán partjaitól, az Ural-hegységig, a messzi északtól le délig, harcos lelkünk lángjai tisztító tűzként fognak végig söpörni egész Európán. És ennek a napnak a szellemiségét,
hűen tükrözik olyan hősök, akikre személy szerint mindig nagy tisztelettel gondolok. Például dr. Filisinej Károly, és sokan mások, vagy Trónai Pál, aki egykor a végigharcolt első világháború után részt vett a nyugat-magyarországi harcokban, a Rongyos Gárda szervezésében, majd később, több mint 70 éves korában ott volt a budavári kitörésben. Egy ilyen emberről csak a legmagasabb tisztelet hangján lehet beszélni. Ez az a kiállás és életút, ami minket megiklet a harcban, mert szellemük köztünk élnek, és ez a szellem volt az, ami arra késztetett minket, hogy az összefogás a hazafiak között megvalósuljon, amely reménye lehet a magyarságnak. Hajtársak! Mi a legfontosabb a mai napon? Az, hogy gondoljunk arra, vajon elég közel tudtuk-e hozni magunkhoz az ünnep, a becsület napja szellemiségét. És nem elég az, ha itt és most mindenki erre a kérdésre igennel felel magában, mert ennek az igennek a hitelességét majd az bizonyítja be, hogy ti a mindennapjaitok során tudjátok-e magatokból sugározni azokat az értékeket, amelyek mentén a hősök a legvégsőkig kitartottak. Azok az értékek, amelyek az embert abba az irányba terelik, hogy a szellem, a vér és a föld elválaszthatatlan kapcsolatának megéléséből megszülessen az az embertípus, amely kész magát alávetni egy magasabb erkölcsiségű élet szolgálatába, úgy, ahogyan a Bangván örökérvényű sora is hangzanak: hazám, hazám, te mindenem, tudom, hogy életem neked köszönhetem. Igen, testvérek, feladatunk, küldetésünk, hogy együtt várt várnak vetve harcoljunk, és ha úgy kívánja a sors, akár legdrágább földi kincsünket, az életünket is fel tudjuk áldozni hazánkért. Az itt felsorakozott hazafiaknak ez Istentől rendelt hivatása. Mert ha itt tudunk tenni, akkor, de csak is akkor, odafentről a hősök büszkén nézhetnek le ránk. És pont az ő példájuk tanít minket arra, hogy nem az esélyek latolgatása a feladatunk, mert egy igazi harcos akkor is harcol, ha szemernyi esélye sincs a győzelemre, egész egyszerűen nem tehet másképpen, mi sem tehetünk másképpen. Őseink hite, adjon nekünk erőt, mutassa az utat a szebb jövő felé, kitartás fel a győzelemre!